Regele Piroska, a névadó Regele Károly lánya nyitotta meg péntek délután az immár 45. szenior emlékversenyt. Az idei megmérettetésre 4 országból közel 300-an regisztráltak. Maga a verseny is kiérdemelni a szenior minősítést, ha lenne ilyen. A megnyitón Görgényi Ernő polgármester méltatta a programot. Ebben a kategóriában ez az esemény egyedülálló múltra tekint vissza az országban. Az első versenyszám az 50 méter pillangó volt. A magyarországi indulók mellett Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek az úszók. A két legidősebb versenyző Egerből jött Gyulára. Rendszeresen úszok most is, 12 évig fiatal koromban versenyeztem, 5-6 évig edzősködtem, 30 éve meg a szeniorokkal úszom. A gyerekkoromtól kezdődik, 4 éves koromban beleestem a női úszoda medencéjébe, kihúztak, én azóta úszom egyfajtában. És sok részt vettem 9 Európa-bajnokságon, világjátékokon, világbajnokságon. Van összesen 10 aranyérmem a versenyekről. A 87 éves Kis Ágnes mellett a 78 éves Fábián Béla külön díjban részesült. Fiatal koromban is válogatott versenyző voltam, utána, mint terepi geológus a kőolajnál, 28 évig nem úsztam egyáltalán, és 26 évvel ezelőtt újra elkezdtem úszni a szenior versenyeken, és nagyon szép eredményeket értem el, és a világ különböző szép helyeire eljutottam. És mióta nyugdíjban vagyok, az életem úgy kezdődik, hogy reggel elmegyek uszodába, és a következő versenyre készülök, úgyhogy ennélkül el sem tudom képzelni az életemet. A versenyen 27 egyesület 25 és 90 év közötti úszói indultak 22 versenyszámban. 50-től 200 méterig mind a 4 úszás nem, tehát gyors hátmell pille, és akkor vannak váltók, van gyors váltó, vegyes váltó, és vannak olyan úgynevezett mix váltók, hogy két férfi meg két női versenyző, és akkor ugyanúgy vegyes váltóként vagy gyors váltóként indulnak, akkor van egy olyan versenyszámunk, hogy pillepárbaj. Ez azt jelenti, hogy egy férfi meg egy női páros alkot egy párt, 50 méter pillangót úsznak, és mindig az utolsó, tehát 8 pár verseny, ez mindig az utolsó esik ki, és ugye végén a két párnak annak az 8x50 méter pille, 1 perc pihenővel, az egész elég kemény verseny. A versenyen esélyegyenlőség futam keretén belül mozgássérült, szellemi sérült, valamint mentális problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek is rajthoz álltak.